Tegnap az ország több pontján félpályás forgalomlassító demonstrációt tartottak a Liga szakszervezetek. Gaskó István, elnök úr, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tegnap néztem az ő nyilatkozatait így előjáróban, ugye bemelegítő kérdésnek, és azt mondta, hogy azok a kérdések, amelyekért ezt a tüntetés, pontosabban nem tüntetés volt ez, hanem forgalomlassító félpályás demonstrációt szervezték, ezek már évek óta az asztalon vannak. Akkor ez azt jelenti, hogy nem voltak partnerek ebben az akkori kormányok, vagy önöknek nem egészen jó az érdekérvényesítő erejük? Lehet, hogy mind a kettő szerepet játszik benne, de a kormányokról most éppen egyről van szó. Hiszen... Azért mondom, mert azt mondta, hogy tizenvalahány éve ezek a kérdések. Ja, van ilyen is, így van. Így van, a korkedvezményes nyugdíj az 17 éve van porondon, hiszen a Horn kormány idején próbálták a nyugdíj, át is alakították a nyugdíjrendszert, de a korkedvezményes nyugdíjjal kapcsolatos álláspontokat nem munkálták ki, és azt mondták, hogy majd 3 év múlva, aztán amikor eljött a 3 év, akkor majd 2 év, 17 évig lögdösték a mindenkori kormányok maguk előtt ezt a problémát. Nem akartak, vagy nem mertek ebben a kérdésben állást foglalni, nem mertek dönteni. És hát csodálkozva hallottam, hogy itt az önök csatornáján tegnap Varga Mihály miniszter úr azt mondta, hogy a Liga most decemberben fölébredt ebben a dologban. Hát 17 éve kísérjük figyelemmel ezt a dolgot. És a jelenlegi december 31-i határidőhöz kötött megállapodás is arról szólt, hogy ez év végéig áttárgyaljuk, korszerűsítjük, modernizáljuk ezt a nyugdíjrendszert, és hát nem történt semmi, és nem a Ligán múlott, hogy ebben nem történt egy lépés sem előre, hanem a kormányon. Comba államtitkár úr itt a múlt héten, és ez a kérdés is itt beszélgetésünk tárgyát képezte, és azt mondja, hogy kb. 800 olyan foglalkozás van, például a vasúti utasellátó kiszolgáló személyzete is, amely korkedvezményes nyugdíjban részesül. Most nem a bányászokra és az ipari búvárokra gondolok, mert ott tényleg lehet ilyet, de hát úgy látom, hogy ez a kérdés az önök részéről még nincs feladva. Hát persze, hiszen az a 70 ezer ember, aki érintve lehet ebben a dologban, nem könnyen akarja föladni, és hát nincs is ok rá, hiszen nem egy olyan döntés született most, nem is született gyakorlatilag, hanem egy tavalyi kifuttató döntésnek az áldozatai lesznek, ha lesznek. Nem arról van szó, hogy itt pont patika mérlegen megmérték, hogy melyik az a munkakör, ami jobban koptatja az ember egészségét, és melyik az, amelyik nem. Egyszerűen kimondtak egy döntést, illetve hagyják kifutni ezt a nyugdíjrendszert a tavalyi döntésnek megfelelően, aminek az volt a feltétele, hogy áttárgyaljuk, csak erre nem sikerült sort keríteni. De azt azért ön is elismeri, hogy ebben a rendszerben hatalmas aránytalanságok vannak. Persze, hát az, hogy gőzmozdonyfűtő, hogy csak a saját mesterségemből mondjak egy példát, ilyen már alig-alig létezik, van még a nosztalgia vonatokon, ami elég sok... Ezért egyszer megnézném önt, hogy visszamegy a szakmájába. Mint gőzmozdony fűtő. Nem voltam az, csak hát a vasutas mesterségre gondoltam. Azt nem én voltam tudom, fűtő. Hogy én igen. Tehát vannak olyan munkakörök ebbe a felsorolva, ebbe a listába, amik már nem léteznek. Viszont van egy csomó új, amelyik még nem került föl rá, holott az új technológiák is hordoznak ilyen veszélyeket az embereke. Például a vegyiparban nagyon sok ilyen. Vagy mondjuk kamionsofőrök sose voltak benne. Vagy mondjuk a kamion, vagy a kocsi vizsgálók például a vasútnál. A többi követelésük, én most nem akarok mindegyiken végigmenni, hiszen a tegnapi híradások mindenről szóltak. A legfontosabb a béremelés, amit szintén azt előhozták, de hát ez nem a kormány hatáskörre, ezt a munkaadók és a munkavállalók között kell rendezni. Ha meg ott nem sikerül, akkor lép be a kormány. És ön szerint ki a legnagyobb munkáltató Magyarországon? Jó, az állam elismeri. No, hát akkor. Én azt gondolom, hogy hármunk felelőssége ezeknek a jövő évi ügyeknek az elrendezése, de egy csomagot, egy ötelemű csomagot alakított ki a Liga a tárgyalások kezdetén, és hát ennek az ötelemnek csak egyike a jövő évi minimálbér megállapítása. Ott van a korkedvezményes nyugdíj, a munkatörvénykönyvet másfél éve kellene átvizsgálni. A sztrájk jogra gondol? Is. Nem, a munkatörvénykönyvére. A sztrájk törvény az egy másik törvény, tudom. És ott is elég súlyos problémák vannak, és 2011-ben a jelenlegi kormány alakította át úgy a sztrájk törvényt, hogy elvonta gyakorlatilag az alkotmányos jogot, a sztrájk jogot. Illetve azt mondja a törvény, a sztrájk törvény, hogy az elégséges szolgáltatásban meg kell állapodni, ha ezt nem sikerül, akkor nem lehet így munkabeszüntetést folytatni, vagy a bíróság meg eldönti, hogy mi az elégséges szolgáltatás. Ez a kisebbik probléma, ettől van sokkal súlyosabb.
Az a súlyosabb, hogy bele van írva, 2011-ben sikerült belecsempésznie a kormánynak azt a kitételt, hogy jogellenes a sztrájk, ha a sztrájkolók visszaélnek a joggal. Csak azt nem definiálják, hogy mit jelent, hogy joggal való visszaélés. Tehát egy olyan Demoklész kardja függ mindenki fölött, amiről nem lehet tudni, hogy micsoda. És így nem lehet jogkövető magatartást kialakítani, és azt gondolom, hogy ilyen veszélyes jogi szabályozás esetén egyetlen egy felelős szakszerti vezető nem viszi könnyen sztrájkba az embereket. Elnök úr, ez a félpályás figyelemfelkeltő demonstráció, mert szerintem ez a legpontosabb megfogalmazása. Idén ugye egy figyelemfelkeltő volt, mint mondtam. Mi lesz a következő lépés, ha a megbeszélések, vagy esetleg az önök érdekérvényesítő produkt, képessége hiányt szenved, vagy nem fog eredményt hozni? Hát ma 7:30-kor folytatjuk a VKF-ben a tárgyalásokat ezekről az ügyekről. Én azt remélem, hogy sikerül megállapodni, és nem az indulatos megjegyzések és üzengetések kapják meg a terepet. Kaskó István, a Liga elnöke, nagyon szépen köszönöm, itt volt, és hát figyelemmel kísérjük az eseményeket, és várjuk vissza. Köszönöm szépen. Elfogadta a